A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nagyszabású rendezvény sorozattal ünnepli 150 éves évfordulóját a Szent István Király Múzeum. Ennek alkalmából egy olyan beszélgetést láthatnak, amikor visszatekintünk a múltra. Vendégem pedig Demeter Zsófia történész, a múzeum nyugalmazott igazgatója. Az egyik címeit engedelmével nem sorolom fel, mert akkor vége lenne ennek a műsornak. Viszont vissza kell tekintenünk. Nyilván a kiegyezés utáni időszak is nagyon fontos volt, de én azt javasolnám, hogy a 150 éves évforduló kapcsán október 27-éről, 1873. október 27-éről beszéljünk, hiszen a Fejér megyei és Székesfehérvár Városi Történelmi és Régészeti Egylet megtartotta alakuló közgyűlését, és ezzel eldőlt, hogy igenis lesz egy olyan múzeum, ami felöleli, ha úgy tetszik, Szent Istvántól Nagy Lajonosán át Mátyás királyig a valamennyi történelmi korszakot bemutató történetét. Nos hát, akkor a társulat 137-en voltak, olvasom, hogy benne volt Rónai Jácint püspök úr, Czobor Béla egyetemi tanár, Károly János és sokan mások. Ez egy történelmi lépés volt. Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és mi sem természetesebb, mint hogy a felvezetőhöz kapcsolódok. Mert nagyon érdekes, és talán fontos is, hogy ebben az 1873-ban induló korszakban nem volt cél a múzeum megalapítása, hanem egy egylet keretében gyűjtés volt a fő cél. Már kicsit másodlagos, illetve később jött elő, egy picit később jött elő, de nagyon fontos cél volt egy megyei monográfia kiadatása, elkészítése. Tehát érdekes módon nem egy intézményt akartak létrehozni, hanem valóban egy egyletet. Az egylet létrehozására pedig tulajdonképpen 1852 óta volt lehetőség, hiszen akkortól holmi civil szervezeteket, ez ma egy kicsi furcsa felhanggal jár, lehetett alapítani. Most az, hogy lehetett, ahhoz az kellett, hogy valóban legyen egy hatalmas, igazán mondom, hogy hatalmas társadalmi érdeklődés afelé, hogy összegyűjtsük a megye, a város, az itt lakók emlékeit. Ezekből volt bőven, hiszen azt nem szabad elfelejteni, bármilyen kicsit ide nem illőnek gondolják is, nem olyan magasztos dolog, de mégiscsak fontos azt megérteni, hogy ugye a kiegyezés utáni korszakban nagy folyószabályozások, útépítések folytak, és nem utolsó sorban megyénkre jellemző az uradalmasítás, ezért aztán az uradalmak modern gazdálkodásához nagyon sok földmunka járult, mély földmunka járult, táblásításnak hívjuk ezt a korszakot. Tehát egy modernizálás folyamatában voltunk, amikor nagyon sok minden jött elő a földből. Ezért is magyarázható tulajdonképpen, hogy a gyűjtésre, a tárgyak gyűjtésére koncentráltak. 1871-ben Hattyúfi Dezső a saját hírlapjában indított egy nagyon fontos beszélgetést, vagy közmegegyezésre felszólító cikket, hogy miért is ne gyűjtenénk össze ezt a hatalmas értéket, ami megyénkben van, jelen van, és hát tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mit kéne vele kezdeni. Gyűjtik a kastélyokban, gyűjtik a városházákon, gyűjtik a paplakokban, de mi lesz vele? És tulajdonképpen ez indult el egy nagyon nagy társadalmi támogatottságot. Mindenki hozza a gyönyörű leleteket. Mindenki hozza, olyan dolgokat hoznak, amiben ma is élünk, ma is a múzeumunknak a legféltettebb darabjai. Például megjelenik valaki, most éppen Forster Gyula, egy zöld selyemre írott
színlappal 1805-ből. Tehát ugye kuriózumok kerülnek így a múzeum gyűjteményébe, és ezeket ugye mi ma is szívesen mutatjuk be. Tehát jön mindenféle, régészeti lelettől, templomkulcsig, színlapig, nagyon sok minden, oklevélig, nagyon sok minden kerül a múzeumba. No, de mi lesz ebből? Hogy lesz ebből gyűjtemény? Ezt intézi el az 1873-as kezdés, amikor is ugye a régészeti egyletnek a létrehozásával két dolgot döntenek el, hogy ez nem egy intézmény, hanem nem városé, nem megyéjé, nem X-é, nem Y-é, hanem egy egyesületé, ez fontos, tehát a közé ez a gyűjtemény. A másik dolog pedig úgy dől el, hogy hát érdemes ezeket összegyűjteni. 1873 tehát a kezdőpont, de hát ha körülnézünk a magyar történelmet, bizony látjuk, hogy Nagy-Budapest egyesülése, Fehérváron a tűzoltó egyesület. Szóval 1873 egy nagyon pezsgő időszak a magyar történelmen és Fehérváron is. És nagyon nagy társadalmi támogatás van, tehát a legfontosabb támogató ugye a köz, akik hozzák az anyagokat, és a megye, illetve a város, hiszen a megye házán alakul meg ez az egyesület, és legfőbb támogatója, akit természetesen elnök és választanak, Szőgyény Marics László főispán. Tehát nyilvánvalóan ez a kiinduló pont, és ez egy jó kiinduló pont, hiszen Szőgyény Marics László fel is ajánlja a főispáni lakosztály és hivatalnak a három szobáját, ahol lehet kiállítást rendezni. Tehát tulajdonképpen percek alatt megvalósul az, ami ebben a korszakban megvalósítandó, hiszen ez a korszak országos vonatkozásban is elindul egy védelem, műemlékvédelem és régészeti tárgyak védelmének a gondolata. Ez természetesen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz tartozik. Az egyesület alakítása és engedélyezése, illetve felügyelet, az pedig a Belügyminisztériumhoz. Tehát rögtön van két minisztérium, amely ezt a dolgot nyilván sok megyében megindul a történeti dokumentumoknak a gyűjtése, ezt keretbe szervezi, és előírja, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ebből valóban majd múzeum legyen. Ezt az időszakot, amikor a régészeti egyletről beszélünk, ez nem következik be. Viszont bekövetkezik az a gyűjtés, és a gyűjteménynek az időszakos kiállítása ebben a három, majd öt szobában a megyeházán. Viszont a következő főispán, Ciráki Béla visszaveszi a szobákat, tehát nincs tovább kiállítás, viszont van gyűjtemény, és annak a gondja, hogy hol legyen. A bemutatható időszakban nagyon nagy futása van ennek az egésznek, nagyon nagy támogatása, említette Szobor Bélát, Rónai Jácintot, Zicsi Jenőt említhetnénk még, az aktuális főispánokat, akik egyébként támogatják, csak nem biztos, hogy adnak hozzáját, ezt az egész mozgalmat. És hát megint csak Szobor Béla nevét kapom ki a felvezetőből, aki egy nagyon pikírt megjegyzést tesz egyszer csak egy előadása kapcsán, amire egyébként táskában elhoz öt korvinát megmutatni az összegyűlteknek, tehát mondjuk egy Szobor Béla fehérvári születésű művészettörténész, és azt a megjegyzést teszi, hogy hát bizony gyűjtemény múzeum nélkül tarokkozó, dohányzó öreg uraknak a összejövetelére ad alkalmat, de hát ha nem cél a múzeum megalapítása, akkor az tulajdonképpen egy játék. Egyszer, már az én 50 éves múzeumi időszakom alatt kellett egy előadást tartanom egy ilyen témában, és akkor ennek kapcsán tettem egy megjegyzést, anélkül Szobor Bélát akkor még olvastam volna, hogy hát öreg urak bepecseléséről szól ez az egész történet.
ezt Ficén ő nagyon zokon vette, és nagyon, nagyon csúnyán nézett rám miatta. Na, ma már tudom, hogy az öreg urak voltak itt a probléma. Akkor ő már öreg úr volt, én pedig hát szemtelen fiatal. Ma már nem így fogalmaznék, de valóban ez egy kilátástalan helyzet volt, hogy ugye van gyűjtemény, de nem tud kiállítani 84-től. Viszont a két régészeti egyleti kiadvány, amely megjelent 85-ben és a 90-es évek elején, az nagyon fontos írott dokumentum arra, hogy mi minden került be ebbe a gondolatkörbe, milyen programok voltak, és ez egy nagyon értékes dolog. Valahol megjegyzik, hogy a Fehérvári-Fehérmegyei egylet az elsők között alakult, és nagyon nagyot teljesített abban, amit eredetileg célként tűzött ki, hogy legyenek tárgyai, legyen gyűjteménye. De a múzeum nyilvánvalóan nem is valósulhatott meg. Megvalósult viszont az a másodlagos nem értékítélet, mert tulajdonképpen meg kell mondanunk, hogy ez viszont megvalósult nagyon nagy sikerrel, a megyei monográfia összehozása, mégpedig úgy apránként. Tehát akadt egy pap, egy tanító, egy lelkes amatőr, aki egyes Fejér megyei községnek az ősi történetét megírta, és tulajdonképpen ebből, és maga Károly János is sok több ilyet írt, ebből elindult egy nagyon nagy és nagyon sikeres folyamat, a megyei monográfia megjelentetés, amit Károly János neve alatt 1896-tól 5 kötetben máig is használunk, és sajnos nincsen méltó utóda ennek a monográfiának. Hát megérkeztünk a századfordulóhoz. Igen. Ugye az egyletből már csak a gyűjtemény maradt fent, illetve hát azok az elképzelések, amelyeket aztán kívülállók, illetve olyanok, akik értettek hozzá, és szívügyük volt, megvalósítottak. És az újjáéledésről kell, hogy beszéljünk, hiszen 1990 őszén megérkezett hozzánk Marosi Arnold ciszterci tanár, aki elkezdte szervezni ezt. Ez nyilván nem lehetett könnyű munka, hiszen olvassuk, hogy 1911 májusában nyílhatott meg a múzeum, hiszen ő ragaszkodott hozzá, hogy múzeum nélkül egy ilyen ősi város, mint Székesfehérvár nem létezhet. Ez már egy olyan előrelépés volt, egy olyan aranypont, ha úgy tetszik, ami meghatározta a Szent István Király Múzeum létét. Ez így van, Marosi Arnold maga is meghatározta, hiszen eddigre, mire visszakerült Fehérvárra, ő itt érettségizett és tanított is, talán másfél-két évig, súlyos betegség után helyezték innen el, és Pécsre került. Tehát Marosi Arnold Pécsen viszont már csinált egy múzeumot. És ki is tanulta azt a dolgot, hogy hogyan kell múzeumot csinálni egyes részéről, részfeladatokról, elvégezte az országos tanfolyamot, rendszerint a Nemzeti Múzeumban tartották ezeket a tanfolyamokat, hiszen képzés nem volt ebből. Viszont egy képzett ember, egy paptanár érkezett Fehérvárra vissza, ciszterci rendi szerzetes, tehát eleve fel volt vértezve már azzal, hogy hát milyen feladat egy múzeumot csinálni. Valóban nehéz feladatnak látta. Volt viszont benne is, ahogy a kezdeti lépésekben, szereplőkben is egy óriási lelkesedés. Ide nekünk az oroszlánt is megcsináljuk. Tehát ugye mi van a múzeumhoz? Egyelőre van egy gyűjtemény. Most jön egy fiatal, viszonylag fiatal ember, aki viszont ért hozzá, hogy hogyan kell ebből múzeumot csinálni, és ismét van, 1906 óta van egy olyan főispán, Széchenyi Viktor, aki ezt nem hogy a szívén, hanem a szíve kivetítéseként kezeli, fantasztikusan nagy lehetőséget lát benne, és támogatja is. Hát hiszen egy Széchenyi, ugye, nyilvánvaló. A Széchenyi Viktor megjelenésekor szinte naponta kerülnek be újra hát muzeális tárgyak ebbe a gyűjteménybe, és hát mi legyen vele, erről megint gondolkozni kell. Igen, erről egyébként majd most fogunk látni képeket is. Jó, az nagyon helyes lesz, és
Széchenyi Viktor személyét azért is ki kell emelni, hiszen kétszer, összesen 24 évig viselte a főispáni tisztséget 1939-ig, éppen Marosi Arnold haláláig. Tehát egyszerűen egy folyamatos támogatást láthatott a fehérvári közönség a főispán részéről is. 1906 nagyon fontos megint csak a Fehérvár történet szempontjából, hiszen Prohászka Otokár megyéspüspökként kerül a püspöki székbe, és a polgármesterség is nagyon fontos itt már. Tehát megyei és városi támogatás egyszerre van jelen, és hát megjelent a 1909-ben a hozzáértő ember is. Van még egy személy, akiről kell beszélnünk, hiszen ő az, aki titkár volt a régészeti egyletben, rengeteget írt, rengeteg feltáró tanulmánya jelent meg, és majd mikor megjelenik Marosi Fehérváron, akkor el is megy hozzá, bekopogtat hozzá, és azt mondja, hogy múlhatatlanul fontos, hogy legyen egy múzeumunk. És jó helyre mondja, tehát Lausmann Gyuláról van szó, aki aztán Fehérvár monográfiáját írja meg, 1912-ben befejezi, Prohászka Otokár ír hozzá nagyon értékes bevezető tanulmányt, de a 90-es évekig mégsem jelenik meg, a Városi Levéltár fogja majd kiadni. Tehát megint jelen van néhány fontos személy, a régiek közül még Hattyúfi Dezső él, még Károly János él, még Lausmann Gyula, mint viszonylag fiatal ember a kettő közötti átmenetet le tudja bonyolítani, és megjelent Marosi Arnold. Tehát egy új aranykor valóban, és hát tüneményes gyorsaságról kell beszámolnunk akkor, amikor 1910-ben Múzeumegyesület néven megalakul az új szervezet, és megalakulásakor már múzeumigazgatót neveznek ki Marosi Arnold személyében. Ugyan. Tehát cél az intézmény. Tehát ez egy rendkívül fontos pillanat. Igen. Egyrészt azok a tárgyak és minden, ami az előző időszakban is összegyűjtésre került, az a múzeumba kerülhetett, és azt is tudjuk, hogy Marosi Arnoldnak szívügye volt, hiszen meg annyi olyan ásatást végzett szerte Fejér megyében, csak röviden a pákozdi bronzkori földvár, az első táci ásatások, csákvári római temető, csákberényi előszállási avarkori temető, és vég nélkül folytathatnánk, ami megalapozta tulajdonképpen a múzeum virágkorát. Igen. Ez mindig a felvezető mondatokból kell kiindulnia az embernek, tehát ehhez két dolgot rögtön kapcsolnék. Az egyik az, hogy Marosi Arnold ról ezeket a régészeti a feltárásokat, leletmentéseket tudjuk. Nem szoktunk azonban beszélni róla, hogy ezek közül pont, amit szerkesztő úr kiemelt, feltárások, azok azért is jelentősek, mert egy nagyon-nagyon gondos terv alapján végzett feltárásokat. A leletmentés az egy más dolog, amikor előkerül, oda kell menni, ez ma is így van. De hogy hol érdemes feltárásokat végezni, azt régészek tudják utólag is megállapítani, hogy Marosi nagyon jól nyúlt ehhez a kérdéshez, nagyon fontos feltáró munkát végzett, hiszen mindegyiket, amit itt szerkesztő úr elsorolt, folytatni kellett az újkorban. Máig is például a csákberényi feltárás, az máig is feladatot ad, és hát természetesen a táci a régészeknek, de mindegyiknek az alaplépését Marosi Arnold tette meg. Ennek a jelentőségét Makai János írta le egy marosi évforduló kapcsán megjelent cikkében, amikor arra tért ki, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Marosi gondosan válogatott helyszíneket, történeti alap dokumentumok és adatok alapján válogatta ezeket, és nem csak azt tette meg, hogy az új általa elkezdett feltárást vitte komolyan térképre, katonai térképre, hanem a régen feltárt lelőhelyeket is rávitte a térképre. Tehát amit ma ebből rekonstruálni tudunk, és muszáj,
erre visszatérni, az egy nagyon fontos feltáró munka, még mindig el tudunk, majd ezt régészektől kell persze jól megkérdezni, de még mindig el tudunk az ő feljegyzései alapján tájékozódni, hiszen a régi múzeumba került régi egyleti leleteknek a pontos lelőhelyét is feljegyezte. Ezzel tulajdonképpen Makai János legalábbis úgy fogalmaz, és ez nagyon fontos kiemelni, a modern topográfiai szemléletű régészeti programot írta elő, és ez egy eddig feltáratlan, vagy nem eléggé hangsúlyozott rész Marosi Arnold tevékenységének a megítélésében. A másik, amit szándékozok kiemelni, az, hogy hát óriási lelkesedéssel fog a munkához. 1910 májusában átveszi a gyűjteményt tohos, poros, kezeletlen és struktúráratlan, egy úgy fogalmaz talán, hogy egy ócskásnak a raktárához hasonlít, és abból hát tüneményes gyorsasággal hoz létre bemutatható gyűjteményt, hiszen 1911-ben egyelőre bérelt helyen, az Oskola utcai Finnházban megnyílik a múzeum első kiállítása. El lehet képzelni, hogy milyen fontos munka között. Először is mind meg kell tisztítani, mondjuk úgy, hogy restaurálni, tanártársait bevonja ebbe a munkába, Filip István a nagy segítője, struktúrálni, hogy mi, micsoda és hogyan következik egymás után, ehhez nagyon nagy szakértelem kell, csak Marosi rendelkezik ezzel a szakértelemmel, és be is kell mutatni, jól-rosszul elhelyezni egy kiállítási térben. 1911-ben tehát megnyílik az, ami a régészeti egyletnek már régen nincsen, kiállítása. És pedig szakszerűen megrendezett kiállítás. Hamarosan ezt ki is tudják használni, abból a célból, hogy egyszer majd múzeum legyen. Tehát megvan a múzeumnak az igazgatója, aki ért hozzá, Marosi Arnold, és van egy kiállítása, de akkor az 1900-es évek elején ez a vallás és közoktatásügyi minisztériumi felsőbb hatóság, múzeumok és könyvtárak és múzeumokat irányító szerv, ez előír természetesen dolgokat. Azt, hogy önfenntartó legyen, tehát kapjon olyan társadalmi és hivatalos támogatást, amiből lehet egy múzeumot működtetni, és hát lehet pályázni akkor állami támogatásra. Ez az állami támogatás tulajdonképpen 1913-ban már kezd megindulni, hiszen van már szakember, gyűjtemény és kiállítás, de nincs állandó hely, és nincs állandó támogatás. Tehát a másik, amit ki kell Marosi Arnold neve mellett emelnünk, az a fantasztikus munka, amit a közönség kinevelésére végez. Tehát nem csak, hogy megcsinálja a múzeumot, nem csak, hogy kineveli az utódait, a szakembereket élete végére, hanem a közönséget is kineveli, akik majd a múzeum támogatói lesznek. Ez a közönség, ez természetesen a Múzeum Egyesület és a város teljes lakossága, hiszen tulajdonképpen mindez kell ahhoz, hogy ebből valóban egy múzeum legyen. Már 1909 végén, 1910-től egy szabad tanítási rendszert vezet be, minden őszi idényben egészen haláláig szervez szabad tanítási folyamatot, modern diavetítést, tehát amit erről mi el tudunk képzelni, színes, szagos hangversenyek vannak, és maga Széchenyi Viktor tart többször is ilyen szabad tanítási előadást, de nem Marosi egyedül tartja, hanem megkeresi hozzá az embereket. Ráadásul, bocsánat, igen? Ráadásul ugye nem feledhetjük, hogy azért ő kezdeményezte a bazilika feltárásának folytatását, igen? És ahhoz, amit az imént mondott, hogy a közjavára, illetve a köztájékoztatására is milyen fontos volt, ugye
a székesfehérvári szemle kiadásával azért az nagyon-nagyon fontos pillanat volt, plusz, hogy a néprajzi, várostörténeti, antropológiai történéseket is elkezdték népszerűsíteni. Én azt hiszem, hogy ez egy egészen kivételes emberöltőnyi időszak volt a múzeum történetében is. Igen, ennek a jelentőségét valóban ez a két dolog, tehát az állandó kiadvány megjelentetése Székesfehérvári Szemle címen 1931-től nota bene Marosi haláláig, és a bazilika feltárása az valóban két olyan pont, ami mint bónusz járul hozzá ennek a dolognak, a Fehérvári Múzeumnak a megszületéséhez. Ez pontosan Ficienő az, aki 49-ben, tehát Marosi halála után 10 évvel úgy tudja megfogalmazni, hogy amit átvettem, az egy teljesen feltárt, szakszerűen kezelt, jól bemutatott gyűjtemény, csak egy dolog hiányzik belőle, Marosi lelkesedése. És az a társadalmi támogatottság, amit Marosi mint ciszterci paptanár és a tanársága utáni időszakban csak a múzeummal foglalkozó múzeumigazgató kivívott. Hiszen amit szerkesztő úr elmondott, ez mind nagyon fontos, de azt is meg kell jelölnünk, hogy éppen a bazilika újabb feltárása ugye indul 1936-ban, ott összegyűlik megint csak olyan vezető garnitúra, Hóman Bálint, Széchenyi Viktor, Csitári Emil, Svoly Lajos, mindenki beáll ebbe a sorba, hogy valóban ez egy fontos dolog legyen, és hát természetesen a szakemberek, Luxok, Gerevics Aladár, stb. Tehát ez egy fantasztikus, országos jelentőségi dolog, és Szent István emlékeinek a feltárása a fő cél. Tehát ez rávilágít arra, hogy Marosi Arnold nélkül már szinte semmi sem történhet a városban, hiszen az ő beleegyezése kell minden építkezéshez. A megyében is kikérik, a megyei hatóságok is kikérik a véleményét a földmunkákhoz, a régészeti leleteket illetően. Utcákat, tereket neveznek el, szobrokat állítanak. Mindegyikben ott van Marosi Arnold, mint tanácsadó, mint aki javasolja, hogy Szent István városának a feltárása és bemutatása kezdődjön el. Mint aki a Székesfehérvári Szemle illetékes oldalán 36-ban egy mondatban jelzi, hogy elkezdtük a királyi bazilika feltárását. Tehát egyszerűen nélküle, mint lelkes szakember nélkül semmi sincsen. Hát igen, és a halálával véget ért a Múzeum Egyesület támogatásával megvalósuló tervek virágkora is. Innét folytatjuk, annál is inkább, mert azt hiszem, hogy Ficienő szerepvállalása a következő időszakban rendkívül fontos, és az is egy teljes beszélgetést igényel. Jófia, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra itt az évforduló kapcsán, és általában is, hogy a Királyi Város Múzeuma miként jött létre, és mi mindent köszönhetünk az elejénknek. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a meghallgatást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A múzeum aranykoráról beszéltünk, megszületésének pillanatairól, hiszen ebben az esztendőben ünnepli a Szent István Király Múzeum 150 éves évfordulóját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.